Gőzerővel dolgoznak a Wilkor szakemberei az újvárosi csomópontban, nagyjából 2 hete indult a munka, és a tervek szerint még 2 hétig tart. A nagy forgalom és a baleset veszély miatt lesz jelző lámpás a Szalai Imre Liget és Nyár utca kereszteződése, ami nagyban növeli majd az autósok és a gyalogosok biztonságát is. Jelzőlámpás csomóponttá alakítják át, szenzoros érzékelőkkel, ami azt jelenti, hogy ha érkezik autó, természetesen megfelelő várakozás után gyorsan megadja a zöldet, és biztonságossá teszi a közlekedést. Ez egy hasonló csomópont, csak kicsit nagyobba, mint a külső Baross út esetében történt a Zrínyi kórháznál, hiszen ott is korábban jelzőtábla volt, és jelzőlámpás kereszteződés alakítása történt meg 5 évvel ezelőtt. Biztonságosabbá válik a csomópont, és 2 hét múlva be is fejeződnek a munkálatok. Ahogy látható, a háttérben ezek már megkezdődtek. Ismét egy olyan csomópont került átalakításra, ami korábban balesetveszélyes volt, és teljesen jogos volt a lakosságnak a kérése, hogy egy biztonságos csomópont kerüljön kialakításra. A körzet képviselője, aki egyben Győr alpolgármestere is, azt mondta a Győr Plusznak, hogy teljesen jogos volt a lakossági igény, hiszen az EOF óta nagyot nőtt a forgalom az egyes utat és Kisbácsát összekötő szakaszon, ahol a jelzőlámpa kiépítése óriási előrelépés lesz. Szeles Szabolcs türelmet kért a közlekedőktől, hiszen alig 2 hét és már lámpa szabályozza majd a forgalmat. Vannak olyan ilyen lámpás csomópont kilakítások, amelyek azért fontosak, mert a biztonságérzetet tudják növelni. Ez biztos, hogy egy ilyen fejlesztés. Sokan fordultak hozzám, polgármester úrhoz. Annak idején egy bejáráson voltunk itt, Országgyűlési képviselő Simonomed Balázsról is, polgármester úrral is egyeztettünk többet a témában, úgyhogy el tudtunk eljutni, hogy most elkezdődött ez a valóban fontos fejlesztés. Egy kis időt kérünk, még egy rövid idő alatt az el fog készülni, aztán pedig majd a működés során is folyamatos odafigyelés után fogjuk majd megnézni, hogy milyen metódusban működjön a lámpa, de az biztos, hogy sokat fog jelenteni. Én azt gondolom egyébként, hogy elsősorban a gyalogos közlekedésnek. Az útkezelő szakembere arra hívta fel a figyelmet, hogy a környéken az elmúlt években teljesen megváltozott a forgalom fő iránya és intenzitása is. Máté Tóth Péter kiemelte, 2 hét múlva próbaüzem indul, de ebből a közlekedők semmit sem éreznek majd. Várhatóan 2 héten belül el tud indulni majd az a jelzőlámpa, amely minden műszaki lehetőség alattá válik. Ezt követően egy próbaüzem indul el, amiről azt kell tudni, hogy az átlag közlekedő semmit nem fog észrevenni vele, ugyanúgy működik, piros-sárga, zöld jelzések ki lesznek adva. Annyi különbség, hogy a tervezőkkel közösen figyeljük a forgalmi lefolyást, a várakozási időket, hiszen ez egy megtervezett program szerint működik, ami nem mindig tud annyira életszerű lenni másodperc pontosan, ezért a finom hangolások majd a beüzemelés követően fognak elkezdődni. A szándékunk, tervünk az, hogy éjszaka is működtessük már egy pörgősebb jelzőlámpa programmal ezt a jelzőlámpát. Az újvárosi csomópont fejlesztés 90 millió forintból készül, a szükséges forrást részben az önkormányzat, részben pedig az útkezelő biztosította 2021-es költségvetéséből.